Nagyon jó volt látni, ahogy gurultok ide Szálkára a tó mellé. Hoztatok egy kis olasz életérzést ezekkel a motorokkal. Nagyon jól is éreztük magunkat, ahogy gurultunk ide Szálkára. Én amióta ismerek, azóta azt tudom rólad, biztosan, de szerintem mindenki tudja, aki ismer téged, hogy Olaszország iránt szenvedélye viseltetsz. A nyelv, a táj, szoktál csoportokat vinni Olaszországba, ugye bemutatod az ottani kultúrát, helyeket, mindent, de ez a Vespa szerelem, ez mikor hatalmasodott el így ennyire rajtad, meg rajtatok, meg hogy egyáltalán most már így klub formájában működtök, hogy ez miért fogalmazódott meg bennetek, mit szerettetek volna ezzel elérni? Hú, ez nem könnyű. Igazából ez az Olaszország iránti szerelmem, amikor olaszul kezdtem tanulni, talán akkor kezdődött el 14 évesen, és ez csak egyre inkább elhatalmasodott rajtam. A Vespával 15 évesen találkoztam először, és mindig az volt az álmom, hogy majd én Vespázni fogok. Aztán 10 évvel ezelőtt akkor levizsgáztunk nagy motorból, és akkor nagy motor jogosítványt szereztünk, és gyakorlatilag azóta Vespázunk. Maga a klub, a Vespa klub Aliszka 2020-ban alakult, 10-en alapítottuk. Mindenkinek van szexárdi kötődése, de nem mindenki szexárdon él az alapítók közül, viszont egy eszméletlen jó kis csapat állt össze. És azóta egy sportegyesületben tevékenykedünk, igyekszünk, ha meghívást kapunk, különböző rendezvényeken megjelenni. Ezen kívül kisebb-nagyobb túrákat szervezünk, minden évben edzőtábort szervezünk, ahova 18-20-an elmegyünk, együtt motorozunk. Mindig olyan tájakon, ami egy kis kihívást jelent, hogy gyakoroljunk is persze. Meg hát a társaság együtt lenni, erről szól. Sokakat megfertőztetek azóta? Mert volt akkor ez a kemény maga 10 fő, akivel megalapítottátok a klubot, de azért most arra már tetemes fővel rendelkeztek. Hát 50 fölött van a tagjainknak a száma. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindenhol ott van, hiszen említettem is, hogy nem mindenki szexárdi, de azért mondjuk egy országos találkozón 20-30 fővel megjelenünk, vagy amikor a saját találkozónk van, akkor azért szinte mindenki itt van a klubból. Most, ahogy néztem a Facebook bejegyzéseiteket, azért már idén nagyon sok országban megfordultatok, Szerbiába voltatok, azt hiszem Ausztriába voltatok, Olaszországba is voltatok. Szeretünk utazni. De ilyenkor összekapcsoljátok az ottani klubnak a tagjaival, vagy csak fogjátok magatokat, kitaláltok valami úti célt, és akkor úgy menjünk kirándulni. Is, tehát változó. Voltunk ugye Rómában egy versenyen, az kimondottan egy ilyen meghívásos verseny volt. Arezzóban hazafelé megálltunk, ott egy találkozóra mentünk, nagyon jó barátokkal, ismerősökkel találkoztunk. Aztán Ausztriában ott egy hétvégén voltunk, amit két klubtagunk szervezett. Bécsi Keringő néven zseniális hétvége volt, tehát ők azt a hétvégét elejétől a végéig leszervezték nekünk, és megmutatták Bécs és a környék látnivalóit, egy eszméletlen élmény volt ott motorozni. Persze találkoztunk a helyi veszpásokkal is, ez természetes. Mit kell tudni ezekről a motorokról? Mert itt oké, hogy mindegyik Vespa, de mindegyik más van, kisebb, nagyobb. A műszaki dolgokat ugye én nem tudom, arról te jobban tudsz mesélni. Azt tudom, hogy az előbb mondtad, hogy ez egy régebbi típus, de most újították fel, tényleg becsben vannak tartva. Mit kell tudni róluk? Hát erről a műszaki részéről lehet, hogy a fiúk majd sokkal magával ragadóbban tudnak mesélni. Minden esetre ugye 1946 óta gyártják a Vespa járműveket, és tulajdonképpen a II. Világháború után éppen talpra álló gazdaságban próbálkozott a Piaggio család Enrico nevezetű sarja, hogy valamit gyártsanak, hiszen ők előtte repülőgépeket, hadi repülőket gyártottak. II. Világháború után már erre nem volt szükség. Úgyhogy a megmaradt alkatrészekből próbáltak valamit összehozni, valamit összerakni. Egy olyan járművet, amire bárki fel tud ülni, akár egy hölgy szoknyában is, hiszen ez fontos, azért van a pajzs, hogy ne fújja fel a szoknyáját, kényelmesen át tudjon lépni rajta, bárki tudja vezetni. Szóval egy egyszerű gépet, amit bárki használhat tulajdonképpen. És 1946 óta tulajdonképpen folyamatosan gyártják ezeket a járműveket. Persze megújulnak, hiszen látunk itt is modernebb gépeket.
az igazi Vespa ez. Tehát az, amint elősz, ez az igazi Vespa. Igen, ez ilyen típusú motorkerépát lehetett látni, ugye Audrey Hepburn meg Gregory Peck szereplésével a római vakációba is. Hát azzal indult el tulajdonképpen a Vespának a története azzal a filmmel, mert hogy valahol persze megpróbálták bemutatni, de a köztudatba azzal a filmmel került be a Vespa. Mikor ezt a forgatást leegyeztettük egy-két héttel ezelőtt, akkor meséltél arról is, hogy amikor ti más országba mentek, vagy más ország meghívásának, vagy klubjának tesztek így eleget, akkor ott mindig bemutatják ott a helyi értékeket, látnivalókat, stb. Tehát ti nem csak egy szabadságérzést kaptok azzal, hogy az országúton robogtok a motorral, és együtt vagytok jó csapattal, hanem ti egyfajta ilyen kulturális feltöltődést is. Hát abszolút, abszolút. Tehát Szerbiában egy olyan hihetetlen színvonalas rendezvényen vettünk részt, ahol együtt gurultunk, 170-en, ebből több mint 40-en voltunk magyarok, tehát ez is egy nagyon nagy dolog, és idegenvezető várt minket, körbevezettek, tényleg bemutatták a kulturális és természeti kincseiket. Amikor mi rendezünk találkozót, nekünk is ez a célunk. Tehát a Csáhószekszárd idén negyedszer rendezzük már meg, és már tavaly elkezdtük, hogy egy ilyen pontgyűjtő játék van, Ismerd meg Szekszárdot címmel, és különböző helyszíneket kell felkeresnünk a résztvevőknek, és úgy fotózkodni, hogy a logó is megjelenjen, vagy egy kitűző, vagy egy felvarró, vagy valami mindig van nálunk. Úgyhogy így lehetett pontokat, tavaly 76, az idén 77 éves a Vespa, úgyhogy 77 pontot kell majd begyűjteni. És közben ők végigjárják Szekszárd nevezetességeit, érdekességeit. Olyan dolgokat hagytunk nekik felfedezni, amit talán sok szekszárdi nem is tud. Tehát amikor rákérdeztek, hogy hol van Szekszárd egyetlen márványpadja, akkor döbbenten néztek az emberek, holott a plébánia előtt ott megtalálható. De ehhez egy kicsit keresgélni kellett, hogy megtalálják az információt. A hétköznapokban mennyire tudtok ennek hódolni, ennek a szenvedélynek? Jártok vele, gondolom, munkába, de azért így munka végeztével elmentek egy-egy ilyen rövid kirándulásra, mondjuk ilyen jó időben, nyáron? Hát igen, igyekszünk heti egyszer összejönni, és akkor elgurulunk, Mecseknádasra eszünk egy pizzát, vagy most azért majd a felvétel után mi megyünk tovább Bonyhád, és akkor arra gondoltunk, hogy Siógárdon egy finom hamburgert teszünk. Tehát csak egy picit együtt lenni, egy picit együtt tölteni az időt. Olyan, mintha egy nagy család lennénk. Igen, azt látom, hogy, de ezt mondtad is, hogy nem is kellett szólni itt a fiúknak, hogy mibe öltözzenek, mert automatikus volt, hogy mindenki a logóval ellátott pólóba jön, és az összetartozást igen, így erősítitek. Igen, és nagyon jó érzés, tudod, amikor mész, és én szeretek hátul menni, mert hogy nagyon jó nézni, ahogy előttem gurulnak, és a sok egyforma, egységet kifejező öltözék tényleg nagyon-nagyon kellemes élményt ad. Mennyire más a közlekedési kultúra, vagy az elfogadás külföldön, így a motorosok iránt az utakon, és milyen itthon? Tudjuk tartani a lépést természetesen az autókkal, hiszen azért ezek a gépek alkalmasak arra simán, hogy közlekedjenek az autók sebességével, tehát ilyen 100-120 km, tehát az enyémmel ugye pályára is lehet menni. Igaz, hogy 128-nál letilt, tehát onnan tovább nincs, de az autókkal tudunk közlekedni. Sokan meglepődnek egyébként, hogy ezzel elmész külföldre, mert mindenkiben az él, ő egy 50-es, tehát egy 50 köbcentis kis jármű, és mindenki azt gondolja, hogy a Vespa csak 50 köbcentisben létezik, és úgy ledöbbennek, hogy milyen bátrak vagyunk, hogy nekivágunk egy-egy külföldi útnak, ahol egyébként azt mondom, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek ránk, vigyáznak ránk. Főleg, ha többen vagyunk, akkor azért 4-5 motor már feltűnést kelt. Minden évben megyünk vezetéstechnikai tréningre, pont azért, hogy úgy tudjunk közlekedni, hogy biztonságosan. Ennek ellenére mindig vannak váratlan helyzetek, adódnak váratlan szituációk, hogy mennyire kell figyelni, nagyon. Tehát voltunk mi olyan tréningen, ahol azt mondta a motoros rendőr, hogy ő maga úgy ül föl minden reggel a motorjára, hogy minden ember azért pihente ki magát, hogy őt elüsse. Aliás, minden pillanatban figyelni kell, de tényleg, tehát a tükörbe jobbra nézek, balra nézek 6-szor, 8-szor, 10-szer, egymásra is tényleg nagyon oda kell figyelnünk. Veszélyes, de ettől függetlenül, ha kulturáltan teszi ezt az ember, akkor nagyon nagy élményekben lehet része. Itt most fiúk vannak zömmel, de vannak nők is a csapatban.
Igen. Milyen, hogy oszlik el az arány? Hát nálunk szerintem nem mondom, hogy fele-fele, de mondjuk ilyen 60-40, tehát 60%-a a tagoknak férfi ember, és 40 nő. De volt olyan, hogy valaki mondjuk párba jött, és akkor ketten élvezték a motorozást, aztán az asszonyka azt mondta, hogy én is szeretnék magamnak egyet. Esze. És akkor... Hogyha megtapasztalod először utasként, az egy nagyon-nagyon jó dolog. De amikor először fölülsz, és te magad vezetsz, és úgy éled meg ezeket az élményeket, soha többet nem akarsz utasként utazni. Én nem szeretek utasként utazni, mert nem azért, mert irányítani akarsz, hanem egészen egyszerűen teljesen máshogy éled meg így, mint amikor hátul és korlátozott a mozgásod, a fejed mozgása. Jobban látsz, gondolom, látod a tájat. Igen. Mert meddig tart ez a motoros szezon? Ti hogy használjátok? Vagy hát mindig időjárástól függ? Az időjárástól nagyon-nagyon függ. Nagyon nagy hidegben nem érdemes, a gumik sem úgy viselkednek, veszélyesebb, csúszik esetleg. Meg hát ugye az ízületeink, ebből egy szett van, és hiába teszel fel térdvédőt, azért ez az esetleges eséstől, vagy kellemetlen élményektől megóv, de a hideg azért az nagyon nagy ellenség lehet. Úgyhogy mi ilyenek vagyunk, hogy így amikor megjön a 17-8 fok, akkor kezdjük el használni, és késő őszig, ameddig csak lehet. Persze, amikor kirándulsz, és már elindultál az úti cél felé, hát na bum, ha leesik az eső, vagy leszakad az ég, akkor felvesszük az esőruhát, és megyünk tovább, tehát nem vagyunk cukorból, de sokáig szeretnénk még motorozni, úgyhogy óvjuk, vigyázzuk az ízületszettet. Ha valaki csatlakozni szeretne, azt megteheti, vagy hogy teheti meg? Természetesen megteheti. A honlapunkon van fent egy ilyen belépési nyilatkozat, fent van az alapszabályunk, és ennek elfogadása szükséges ahhoz, hogy belépjen a klubba. De vegye fel velünk a kapcsolatot, guruljon velünk, ismerjen meg minket, és aztán utána eldöntheti, hogy ide szeretne tartozni. Segítetek neki akár motorkiválasztásban is, hogyha valaki annyira zöldfülű, hogy... Igen, hát hogy csak az életérzést irídli tőletek, és nincsen hozzá semmiféle eszköze, akkor... Persze, hát főleg a fiúk azért ebben tapasztaltabbak, tehát nekem azért van modern járgányom, mert én nem értek, a férjem sem nem ért hozzá, tehát ha mi megállnánk az út közepén, akkor ott nagyon vigyázban állnánk, amíg megérkezik valaki, aki esetleg ezt meg tudja javítani. Azért ők ebben nagyon nagy szakik, tehát ők meg tudják oldani. Akinek régi gépe van, ők hosszabb útra, komoly csere szettel érkeznek, tehát alaplapokkal és mindennel, ami meghibásodhat, és adott esetben meg is tudják javítani. Úgyhogy az egy kicsit más világ. Meg gondolom ennyi emberből, hogyha elindultok ilyen sokan, azért mindenkinek van valami olyan képessége, ami be tudja segíteni a társait, hogyha bármi történik. Te Olaszországban az olasz nyelvtudásoddal, ismereteddel, a fiúk a szereléssel. Igen, és tudod, én azt mondom évek óta, hogy így együttműködünk, hogy azért működik, vagy akkor tud jól működni egy klub, ha mindenki beleteszi, amit tud. Ha te azt tudod beletenni, hogy nagyon jól táncolsz, akkor táncoljunk együtt, és táncolj. Tehát, hogy mindenki egy egyéniség ebben a klubban, és mégis kiegészítjük egymást teljesen jól. Szerintem egy szuper csapat állt össze. Akkor kérdezzük meg a srácokat is, hogy ők mit gondolnak arról, hogy milyen is ez a Vespa életérzés. Bemutatod a motorodat. Van-e neki neve? Mert nem hiszem el, hogy nincsen a nincs. Szem... Nincs neve? Nincs neve. Miért? Neve csak a nőknek van szerintem. Nem tudom. Nem neveztem el még. 3 éve van már nálam. Ez a 4. nyara, hogy hozzám került, és van egy öreg gépem is, relatíve egy idősebb korú, vagy 79-es, de az pont a 20-as túránk előtt, amit először szerveztünk, olyan adhok módon viselkedett, hol ment, hol nem, és akkor nem akartam lemaradni arról, hogy ne nekem, mint alapító tagnak vagy szervező egyikének ne legyen motor alattam, úgyhogy gyorsan a piacra rámentem, megnéztem a hirdetéseket, és akkor nem is ezt néztem ki, hanem egy férfiasabb szín volt, de ahogy elindultam Budapestre, mert ott volt a hirdetés, akkor ez szembe jött velem, és így gyorsan azt elengedtem, és akkor ez lett a hófehérke. 99-ben vettem az első Vespámat, pont az idén gondolkodtam, hogy hogyan jutottam el ide, és jövő lesz 25 éve, hogy én Vespázom. Van korabeli idősebb gépem, az a 79-es, most szeretnék jövőre egy másik projektbe belemenni, még öregebb motor legyen. 60-as évekbelire pályázom, az 50-es az gyakorlatilag ilyen elérhetetlen kategória, nincs is nagyon a piacon, meg anyagilag is azok nagyon-nagyon-nagyon drágák.
Úgyhogy a 60-as évek beli szépek, azok még fellelhetők. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az lesz, ez megy. Maradunk, megyünk vissza az őskorba a sebváltós motorokra, mint amint ti is ültetek az ancsáékkal, és lesz egy másik álom még, de arról nem beszélek, az titok. Én 10 éve lesz lassan, jövőre pont 10 éve, hogy itt vagyok. Ez tök sok jubileum lesz jövőre, 24-ben, hogy itt vagyok Szekszárdon, és így azért, ugye, ahogy motorozgattunk így a többiekkel, mindig integettünk egymásnak, hogy veszpások csak így, de nem ismertük egymást. Én gyütment vagyok, tehát idegen gyakorlatilag, aki ide költözött a munka lehetőség meg mások miatt Szekszárdra, és utána megkerestek azzal, hogy üljünk le, és akkor volt egy ilyen kis kerekasztal beszélgetésünk 20 januárban, akkor alakult az egyesületünk, és onnantól kezdve én nagyon jól éreztem magam. A borászat volt az egyik alapító helyszín, mindig ott jöttünk össze, ott mindig meg tudtuk beszélni a dolgainkat, és ilyen nagyon egy hullám hosszon volt ez a 10 pár ember, akivel akkor összejöttünk. Aztán 12-en csak súgjál. 12-en voltunk először, és akkor így az ország különböző helyéről abszolút megértettük egymást, úgyhogy főleg a vidékieket gyakorlatilag, akik nem szexedik, nem is láttuk előtte, én soha nem találkoztam velük, és akkor ez a 12 ember közösen gondolkodott. És ez ilyen fura érzés volt, de ilyen jó. Nekem most is, ahogy együtt voltunk az országoson hétvégén velemben, én mindig soha nem szoktam, most itt a libabőr a karomon. Pont ez jutott eszembe, hogy amikor mentem ott a közepén, az elején vagy a végén, ugye minden körbe máshova helyezkedsz el, vagy csak úgy, ahogy adja, vagy ha van melletted egy jó ismerős, akkor oda ragadsz mellé, és akkor tudtok beszélgetni a lassú sebesség mellett. De ilyen hidegkirázó kategória, amikor az a majdnem 200 motorra voltunk, a szombati volt a nagy túr, amikor mindenki kiröppent a táborhelyről, pénteken fel annyi körülbelül szerintem, és az ilyen nagyon jó érzés. És azt fiamat is megfertőztem ezzel, úgyhogy lassan lesz jogosítványa. Támaszkodj neki a hátsóhoznak. Nyugodtan hátradőlhetsz el. Igen. Meg fog tartani. Meg vagy akkor? Mehetünk.